Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim, ez itt a Hollywood hírügynökség, és beszéljünk egy kicsit a magyar televíziózásról. Mert atyai, kell beszélni róla! Mindenkinek megvan az a haverja, aki ilyen elképesztően hangosan büszke arra, hogy nem néz tévét. Én csak a való világot nézem, de ironikusan. Én csak főzéshez kapcsolom be háttérzajnak. Én soha nem kapcsolom be. Nálunk nincs is tévé! Én összegyűltem a haverokkal egy sötét februári éjszakán, megvártuk, míg kijön a magyar televíziózás a kocsmából, lekövettük egy sötétebb utcaszakaszig, és agyonvertük vascsövekkel. Mi az Isten? Teljesen random és értelmetlen dolog büszkének lenni arra, hogy nem nézel egy teljes médiumot. De mégis ez lett valahogy itthon tabu téma lett a tévézés, amitől te valahogy kevesebb vagy, mint az értelmiségi elit. Tévézés, ha-pa-pa-pa! Nincs baj, nyugi! Nudli elkezdett felnőni és macskából kutyává átalakulni. Ebből az első dolog, ami látszik, hogy megpróbál megvédeni minket a nem létező bajoktól. És a kérdés az, hogy miért van ez? Persze tény, hogy a magyar csatornák átlagkínálata egy fortyogó szarverem aromájával lengi be az életünk, de ennek nem kéne szabályszerűnek lennie. Bőven van itt lehetőség, amivel lehetne élni is, ami szerintem az egyetlen, de nagy probléma az az, hogy a magyar csatornák nem próbálkoznak. Valahogy már elfogadták, hogy csak proli programokat adnak, legyen az elég. És nekem nem elég, oké? Okay? Én látom magam előtt, hála az internet csodájának, a pozitív példát, ami nem más, mint az amerikai televíziózás. Legyen már egy kicsit nyitott agyuk, Gyula, mert én nyitom ki neked. Nem véletlen, hogy Amcsiban abszolút elfogadott időtöltés a tévézés. Nem azért van, mert az Amcsik buták, és nem is azért van, mert több pénzük van sorozatra. Egyszerűen csak igyekeznek kreatívabb megoldásokat kihozni azokból a lehetőségekből, amit a tévé ad. Úgyhogy nézzük most át, mit lehetne lenyúlni tőlük, milyen műsorok működnének a magyar média mezőn. Mire képes a tévé, ha próbálkozik? Íme a Hollywood hírügynökség 5 lopás javaslata arra, hogy kirángassuk a magyar televíziózást a mocsát. Saturday Night Live, mert a TV nagy kaliberű. Aki nem ismeri, az SNL egy hetente megjelenő félig élőadásos humorgála, ahol a műsor rezidens komikus csapata hírességekkel kiegészülvén rövid poénos jeleneteket ad elő. Mivel minden egyes szombatra le kell tolniuk egy adást, az egész tök spontán és sugógépről olvasott és közéletkövető. És szerintem zseniális! Nem mindig vicces, de mindig meglepő, rengeteg kreatív hülyeségnek ad helyet ez a fajta műsorformátum. Nem véletlen, hogy már a 42. szezonjánál tart. Majd hogy nem szomszédok? Ezt le kell nyúlni, és bizony a TV-nek, mert az SNL az interneten nem megvalósítható. A stúdió és technikai követelmények, az élő közönség, a színházi felépítés, ezek mind kaliberükben megkövetelik a TV-t, és itthon is lazán lehetne ilyet gyártani. Képzeljétek el, ha a Duma Színház tényleg színház lenne. Szarrá nézném, menjünk tovább! Last Week Tonight with John Oliver, mert a TV hírcsatorna. Ez jelenleg a legkedvencebb tévéműsorom szerte a világ. A formátum lényege, hogy egy zokni arcú disznó brit csóka minden héten kommentálja a heti híranyagokat. Egyrészt ismertet, másrészt poénkodik, ami már önmagában laza gondolat, de minden műsorban választ egy témát, aminek felmászik a seggébe. Az Amcsi hitelvilág könyörtelensége, a FIFA szervezet korrupciója, a nagy amerikai gyógyszerfüggőség. Fontos és kemény témák, amiknek nagyon durván részletekig hatolóan utána jár, és a feneküknél fogva felforgatja az egész fet. Én ezt akarom, mert szeretném. Nem tudom, miért halt ki az oknyomozás Magyarországon, de ha valami vissza tudná hozni, az a tévé. Mert lássuk be, nem hiába nincs sok hírműsor a neten. Rendesen utána járni egy témának egy nagy stábot és rengeteg kapcsolatot igénylő feladat. Erre pedig ismét csak a tévé a leginkább alkalmas. Nyilván a közéleti érzékenységünk miatt ez egy nagyon nehéz feladat, de ha valamelyik csatorna be tudná vállalni, azzal tényleg újat hozna ebbe az éjjel-nappal parasztot vakítunk felhozatalba. Aztán Gold Rush, mert a tévé nagy költségvetésű. Oké, most ez egy kicsit csalok, mert ez a műsor végül is megy a magyar tévén. A Discovery adja le itthon az új szezonját csütörtök esténként, de a műfaj maga egy abszolút nagy hiánycikk. A lényege, hogy egy csapat aranybányász mindennapjait követjük végig Alaszkában, akiknek ott lebzsel az élükön Parker a tini milliómos. Minden kilapától tonna arany mellett is igyekeznek menedzselni az üzletük és az életük, és kénköves kánkánnal toporognak az álmaik után. És nem véletlen, hogy az arcok aranyat bányásznak már a 7. szezonjánál tart. Amiről itt szó van, az egy dokumentarista feldolgozása az amerikai valóságnak. Egy pontos és részletes bemutatása a Chili Willy média hányás alatt megbúvó beton
nagyon kemény igazságnak. Ez egy nagyon izgalmas megközelítése a tévézésnek, amire itthon is abszolút szükség lenne. Miért nem gyártunk műsort a magyar életből? Nem a fiktív meg a Puder Proli, hanem a tényleges magyar életből. Engem tökre érdekelne például egy... Az RTL Klub bemutatja a Szürke Marha Pásztor. A középkortól a múltszázad végéig majdnem kizárólag a magyar szürke képezte hazánk szarvasmarha állományát. Szürke, de marha para! Persze ez drága, de megéri, az igazán jó sztoriknak a tévé tud utána menni. A sok fiktív figyelem elterelő Flitter tornádó mellett tessék utána menni az igazságnak is. Majd! Scrubs! Mert a tévé kortalan. A Scrubsról, avagy a Dokikról nem fogok sokat mondani most, mert Robonud lépátyolgatása mellett most végignéztem újra az egészet, és lesz belőle egy külön epizód. De! A lényege az, hogy a Dokik a legjobb szitkom valaha. Ne, de! Mind a mellett is, hogy nem éppen egy mai mese, ami nagyon sokat mond a tévé lehetőségeiről. Míg a neten minden egy nap alatt készül és két nap alatt fejlődik, a tévének megvan a lehetősége, hogy olyan műsort gyártson, ami kiveri az idő vasfogát. Na most szerintem ez nem csak lehetőség, hanem feladat is. A szitkomok magukba foglalják az adott kor mindennapjait és világlátását és életélményét, ami már-már médiatörténeti lehetőséggel ruházza fel őket. És pont ezért miért nincsen egy magyar szitkom itthon? Nagyon fura lenne egy magyar szitkom külföldön, de legalább lenne. Egyszerűen nem értem. És nem, az aranyélet szituációs, de nem komédia. Nem az a hihi, haha, ne csikiz, nem bírom. Szerintem szükségünk van egy normális szitkomra. Életszerű, valóságszagú magyar karakterekkel, akik rögzítik, hogy milyen az élet most Magyarországon. De... végül. Ahogy végignéztük, a tévé rengeteg előnnyel rendelkezik a nettel szemben. És ezeket mind ki is tudná elégíteni. De mindközül a legfontosabb tulajdonsága a tévének, hogy egy doboz. Ott van a nappaliban, le kell ülni elé, egy közösségi élmény az egész családnak, és a családokon keresztül az egész nemzetnek. Az EB alkalmával például ez tök jól tapasztalható volt, azért nem mindenki a mobilján nézte a meccset a sarokban. És ezért én kérem, nem követelem vissza a játék határok nélkült, mert akarom azé. A játék határok nélkül egy tornász VB-szerű verseny, ahol vicces feladatokat kell megoldaniuk a nemzeteket képviselő sportolóknak. Egy legendás ötlet, ami baromi szórakoztató, annak idején én imádtam is, főleg azért, mert elhozta az EB élményét nekem is, annak ellenére, hogy én nem szeretem a focit. Totál sportfüggetlen, bárki becsatlakozhat és szurkolhat a nemzetének minden vasárnap. És ezért ez a műsor a legtévébb mindközül. A Kaliber, a költségvetés, a közönségi élmény, esszenciális televíziózás, és ami miatt ilyen mérges vagyok, az az, hogy ez a műsor megy is, de a magyarok nem vesznek részt benne. Miért nem? MTVA, most tessék ide figyelni, mert egy sváb srác az internetről most rátok dobja a lényeggránátot. Takarodjunk ki a játékhatárok nélkülre. Emlékezzünk rá, hogy milyen élmény volt nézni a magyarokat az EB-n, na most felezzük meg ezt az élményt nyilvánvalóan, majd rakjuk be a műsorsába minden vasárnap. Nemzet összekovácsoló faszaság. És ott van a lehetőség, csak meg kell ragadni. Get it done. Nos, ez lenne az én rálátásom a tévé jelenlegi helyzetére és továbbfejlődési lehetőségeire. De lenne egy kérdésem nektek is, ti hogyan látjátok a tévét, mennyit nézitek, élvezitek-e egyáltalán, és ha nem, milyen műsorral egészítenétek ki? Mi lenne, ami visszahúz a csatornákra? Hagyjatok a kommenteket odalent, vagy Facebookon, vagy Twitteren. Nos, ennyi volt már a hírügynökség, de én nem mozdulok ki a stúdióból, ugyanis még két kritikát fogok most leforgatni, a La La Landet és a Széttörvét. Nagyon izgalmas lesz újra musicalt kritizálni, kíváncsi vagyok, ugye nem fogsz megint énekelni, te vokális atombomba!